V61 Albarégia Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete idén is a Volán Sportcsarnokba rendezi meg hagyományos kiállítását. Székesfehérvár számára fontos a természet közelsége, a természeti nevelés, közös kincseink megismerése, ezért is üdvözlendő, hogy a kisállattenyésztők esztendőről esztendőre bemutatkozhatnak városunkban, emelte ki a sajtótájékoztatón Róth Péter alpolgármester. Téli szünet utáni első hétvége kisállatoké Fehérváron. Börgöndi úton szeretettel várjuk mindazokat, akiket érdekel a különleges hobbiból tartott galambfajták, a apró színes madarak, nyulak, olyan kisállatok, amit hobbiból tartanak a fehérváriak. Ez egy több évtizede most már működő civil program, ami tényleg színesebbé teszi Székesfehérvár közösségét, és mint ilyen erősebbé is teszi azt. A kiállítás keretében 70 fajta kisállat, körülbelül 500 példányát, díszmadarakat, egzotikus madarakat, díszbaromfikat, különleges galambokat, illetve nyulakat láthatnak a résztvevők. Az elmúlt tenyész év az most fog, hogy úgy mondjam, igazán színt vallani a bírálók munkája után. Hát az Egyesület maga megtett mindent, úgy érzem, legalábbis én, mert még a keleti országszélről, Gyuláról is jön olyan bíráló, aki minősíti a galambjainkat, de járva elmúlt hónapokban az ország kiállításait, és ismerve a mi tagjaink tenyésztői munkáját, bízom benne, hogy nem vallunk vele szégyent. Ugye azt tapasztaljuk, hogy országszerte népszerű a díszmadár és galamb, illetve a kisállattenyésztés. Ez hogy érhető tetten itt a mi régiónkban? Ó, hát ez csípős kérdés, ugyanis ez az állattenyésztés az ugye mezőgazdasági eredetű foglalkozás, hogy úgy mondjam, hobbi, és hát Székesfehérvár már igen iparosodott, és egyrészt a városiasodás, másrészt a mezőgazdaságtól való bizonyos távolság, az már meghatározza a kisállattenyésztést, de hát még vannak köztünk olyanok, akik a gyerekkorukban ezzel találkoztak nap mint nap, vagy a szülői házban, vagy a nagyszülőknél nyaraláskor, és a kellemes emlékek azok olyan jól elraktározódtak az emlékezetükbe, hogy ők is szeretnék megvalósítani és a gyerekeiknek továbbadni. Úgyhogy hát nagyon nem virágos, de reméljük, hogy jön a tavasz és az lesz. Azt ez az év kezdet az egyik csúcspont. Ki mindenkivel találkozhatunk itt? Ki mindenkivel lehet találkozni? Hát reméljük, hogy minél több gyermek lesz. Én szeretettel hívom az idős generációt, akinek nosztalgiából is, hogy úgy mondjam, a szíve odahúz, esetleg nehezen tud odajönni, de hát jó a városi közlekedés, a Börgöndi útnál pont ott a Volán telep sarkán van a busz megálló, tehát onnan már nem sokat kell sétálni, hogy a sportcsarnokhoz odaérjen, és ezt a közel 200, vagy lehet, hogy még több kisállatot is meg tudja látogatni, hogy úgy mondjam, és kedvencet tudjam választani közülük. Milyen kedvenceket láthatunk, hiszen itt nagyívű, sokszínű lesz a kínálat nyilván? Hát nekem, mint székesfehérvárinak, a székesfehérvári bukógalamb és a magyar óriás nyula a legkedvesebb, hogy úgy mondjam, a kitenyésztés itt ebbe a városba ment végbe, és ezt a hagyományt próbáljuk ápolni és fönntartani, amíg vagyunk. A kiállításon láthatjuk a fehérvári bukongalambok számos példányát is. A székesfehérvári gyökerekkel rendelkező madár olyan minőségű és olyannyira híres, hogy tenyésztői az elmúlt években 3 győztes címet hoztak el Dániában rendezett európai díszmadár kiállításról.
20 éve történt meg az székesfehérvári bukó újra elismertetése, és szeretnénk ezt a folyamatot folytatni. Ugye a nemzetközi elismertetés is megtörtént, és azért hadd dicsekedjek el, hogy a legutóbbi Európa kiállításon 3 Európa győztes címmel értek az altenyésztőink. Úgy érzem, hogy ezt a folyamatot nem megállítani, nem megállni kell, hanem egy kicsit intenzívebbet tenni, elsősorban tenyésztői bázis kiszélesítésével. Ezen túl mit lehet tenni, hiszen egy ilyen kiállítás nyilvánvaló az elsődleges cél, hogy megszerettesse az emberekkel a galambokat, illetve a kisállatokat. Egy-egy kiállítás mindig egy lehetőség arra, hogy megnyerjünk egy-két embert, aki eddig ingadozott a tenyésztés terén, részben azzal, hogy beszélgetünk velük, részben azzal, hogy szakmai anyagot biztosítunk számukra, valamint segítünk egy-egy állomány beindításába. Tény és való, hogy egy kicsikét a sajtó, tehát a nemzetközi sajtóban való megjelenés kell propagálni, erőteljesebbé tenni, és a különböző nyelveken történő szakmai cikkek lefordítása a feladatunk. Az alapítástól kiderült, hogy a bukógalamb tenyésztés igenis tud népszerű lenni egyik oldalról, a másik oldalról pedig méltán viszi hírét a tenyésztőknek is. Mi a bukógalamb titka? A szépsége egyértelműen az, hogy meg tudtunk őrizni közel 200 éves, 250 éves formát, és meg tudtuk őrizni mellette a természetességét, tehát ez a galamb repül, bukik, és az utódait gond nélkül felneveli. Hogy épül fel a klub, hiszen egyre többen vagytok, illetve vagytok elegen? Elegen nem. Elegen sosem leszünk. Én egy kicsit tehetetlen vagyok ezen a téren is. Sokan vagyunk azért, hál' Istennek olyanok, akik tenyészük ezt a fajtát, akik kiállításokon megjelenünk, és egyre többen népszerűsítjük is. Itt a sajtótájékoztatón elhangzott egy olyan új kormányprogram, amely segíti ezt a munkát. Nem ez, tehát a galambtenyésztés segíti, tény és való, a Szárnyaló Gazdaság néven elindult egy haszongalamb tenyésztési program, amelyik elsősorban saját célú, másodszorban pedig egy ilyen piaci termelést szeretne segíteni a galambok terén. Ez nyilván lesz érdeklődés iránta, de miben segíthet ez elsősorban? Egy kicsit segít jobban megismerni a galambtenyésztést, segít bennünket ahhoz, hogy egy kicsit az állattenyésztés népszerűsége növekedjen. A tárlaton bemutatkozik a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete is, amely főként egzotikus madarak tartásával, illetve a hobbi állattá tenyésztett tradicionális szárnyasok és vadon élő madarak tartásával foglalkozik. Érintik a világ minden táját, többek között Ausztráliát, Kelet-Ázsiát, Afrikát és Dél-Amerikát is. Fehérvári díszmadarászok, elmondhatjuk büszkén, hogy egyre több fiatal lép közénk, és ahogy kedves kollégám mondta, hogy ne hagyjuk kiöregedni ezt a szép szenvedélyt, és reméljük, hogy egyre több fiatal vallja magának ezt a nemes hobbit, és így tovább viszik ezt, és még éveken keresztül fenn fog állni ez a szenvedély. A kiállításon mindig tetten érhető, hogy egyre újabb és újabb csodálatos fajtákat mutattok be. Honnét eredeztethető, hogy lehet hozzájutni? Mi minden kell ahhoz, hogy valaki a legkülönlegesebb fajtákat is otthonában tarthassa? Hát igen, sok-sok kilométer kell hozzá. Hát mióta megnyíltak a határok, ezóta a magyar madarászok is elérik ezeket a különleges fajtákat. Hát a Európa nyugati felében nagyon nagy tradíciója van ezeknek a különleges madaraknak a tenyésztésének, és hát hála Istennek már a magyar madarászok is elérhetik ezeket, és egyre több eredményt is érünk el, akár nemzeti vagy nemzetközi szinten is ezeknek a gyönyörű madaraknak a tartásával, tenyésztésével. Hogyan lehet hozzájutni, hiszen most itt a kiállításon is számtalan csodát megnézhetünk? Hát, ha valaki szeretne ilyen madárhoz hozzájutni, akkor mindenképpen tenyésztővel vegye fel a kapcsolatot, és hozzájut nagyon szép és egészséges madarakhoz, amiknek a, ugye, ha most azt fogalmazzuk meg, hogy a felelős állattartás első figyelembevételével mindenképpen tenyésztő segítségével tudja egészségesen hosszú-hosszú évekig tartani ezeket a madarakat. Ugye szó esett arról, hogy Nyugat-Európában már régi nagy hagyománya van a díszmadár tenyésztésnek. Milyen a kapcsolatrendszer a hazai és a külföldi tenyésztők között? Elmondhatom, hogy nagyon jó, mert személyesen is
ami tapasztalatom van. Én egy fajtát 2004 óta tartok, és most már elég sok nyugati tenyésztővel elmondhatom azt, hogy Ausztria, Németország, Hollandiából származó tenyésztőkkel is nagyon jó kapcsolatot tartok fenn. És hogyha azt mondom, hogy világszínvonalú madarakat sikerül beszerezni, és ezzel a tenyészetünket még nívósabbá tudjuk tenni, akkor ez egy nagyon jó dolog. Milyen különlegességekkel találkozhatunk a hétvégén? Hát amit személyesen én is tenyésztek, ez az észak-hollandi fodroskanári. Aztán, amit egy nagyon különlegesség, mert egy japán kitenyésztésű úgynevezett hagamono hullámos papagáj is jelen fog lenni. Ezt a japánok egy körülbelül 6-8-10 évvel ezelőtt kezdték el kitenyészteni, és hazánkban ez egy nagyon nagy újdonság, de még akár azt mondom, hogy Európában is egy nagyon nagy újdonság. Aztán három földrész madarait fogjuk meglátni, Ausztrália, Afrika, kelet-ázsiai madarak, ezek mind-mind meg fognak jelenni, úgyhogy széles és színes forgatag lesz a hétvége. A hagyományos ünnepi hétvége szervezőinek célja, hogy népszerűsítsék a természethez való visszatérést és nyissanak a fiatalság felé. A rendezvény szombaton reggel 8 és 18 óra között, vasárnap pedig 8 és 14 óra között várja az érdeklődőket a Volán sportcsarnokban.